Ez itt a Boomcast Shorts Balogh Dávidda. Sziasztok! A mai adásban arról fogok beszélni, hogy hogyan tudod automatizálni a vásárlói visszajelzések begyűjtését. Nagyon fontos, és már előre tisztázzuk, hogy ez nem csak webshopoknál releváns, hanem akár B2B cégeknél is. Sőt, ott még talán sokkal fontosabb, mert ugye sokkal kisebb a vásárlói bázis. Kevesebb bevőnk, kevesebb ügyfelünk van az egy nagyobb döntés általában, nagyobb értékű beruházás is, és ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk bizonyítani mások véleményével is, hogy mi hogyan dolgozunk és kik vagyunk. És ne csak arra alapozzon valaki, amit mi leírunk magunkról, mert az ugye még lehet igaz is, vagy nem is. Úgyhogy a vásárolói visszajelzések, vagy angolul a tesztimoniáloknak a begyűjtése. Szerintem ez akkor a leghatékonyabb, hogyha van ráépítve egy automatizmus. Sokan próbálnak úgy működni, hogy hát majd jön értékelés, vagy majd rákérdezek egy pár embertől, de nem működik, mert egyszerűen el lesz felejtve, és utána nem lesznek vélemények. Nekem ugye van több webshopom is, ilyen saját kis side projectek, ahol tesztelünk új folyamatokat, új platformokat, és mindenhol kb. ugyanúgy van felépítve ez a folyamat. Hogyha valaki vásárol, mondjuk nézzünk egy első vásárlást, akkor elindul az első vásárlás utáni, ez az EVU automatizmus. Ez állhat akárhány levélből, teljesen webshop függő. Van, ahol olyan három vagy négy levélből áll nálunk, és van olyan is, ahol 8-9 levélből. Attól függ, hogy milyen a brand, hogy mennyi tartalmunk van, mennyire akarunk sztorizni, ez már teljesen ugye vállalkozás függő. Az a lényeg, hogy valaki vásárol, megköszönjük, bemutatkozunk, megerősítjük a döntésben, rákérdezünk, amikor megkapta a csomagot, hogy elégedett elégedette, minden rendben volt-e, időben ment el futás, stb. stb. Itt már ugye kiderül egy csomó hiba. Hogyha erre a levélre nem válaszolnak, az már úgymond egy jó jel, mert nem jön panasz. Ugye egy direktben rákérdezünk, hogy minden köpece, hogyha nem oké, és akkor pedig általában válaszolnak az emberek, hogy ez vagy az nem tetszett, vagy akár ugye durvább stílusban is írnak. Ezután, hogyha itt valaki nem válaszol, akkor szerintem tök jó bekérni egy vásárlói véleményt. Ez lehet szöveges, lehet képes, lehet videós, nagyon jól működik három. hogyha képes, tehát hogy csinál egy fotót, mondjuk egy unboxingot, vagy ahogy használja a terméket, és úgy ír egy véleményt, vagy felveszi videóra, ez itthon ugye annyira nem elterjedt, ezek a legjobbak, mert ezek meghamisíthatatlanok és nagyon jó marketing anyag a jövőben. És ez is nagyon fontos, hogy ezeket az e-maileket úgy kell megírni, hogy már feltünteted benne azt, tehát leírod az embereknek azt, a vásárlóknak, hogy ezeket a véleményeket, vagy ezt a véleményt, amit majd beküldesz, szeretnénk használni marketing célokra. Tehát hogyha ezt elküldöd nekem, akkor egyúttal beleegyezel, hogy hirdetésként egy jövőben e-mailben valahol, majd megjelenik a te véleményed, névvel, akár képpel vagy videóval, hogyha azt is küldesz hozzá. Ezt nagyon fontos beletenni, hogy ne kelljen egyesével kérdezgetni az embereket, hogy felhasználhatjuk-e marketing célra, és ne legyen abból probléma, hogyha ugye a jövőben mégis ezek kikerülnek valahova. És ez a legfontosabb levél, hogy ez hogyan működik, tehát technikailag hogyan van kivitelezve, akár egy válasz e-mailben megkapod ezeket az infókat, és ugye lemented magadnak a visszajelzéseket. Akár használhat szoftvereket, mint a például a stamped.io, stamped.io, így van leírva. Azt hiszem free plenjük is van havi talán ilyen 50 értékelésig, vagy rendelésig, nem tudom most pontosan, és az egy tök jó szoftver, beköthető, automatizálható vele, nem ez az egész folyamat, és nagyon jól meg tudja jeleníteni a beérkező értékeléseket, akár a webshopotban, weboldaladon is. És ilyenkor még arra is érdemes odafigyelni, hogy egy ilyen folyamatot épít valaki, hogy mondjuk monitorozni a beérkező értékeléseket. Ugye senki nem akarja azt, hogy ilyen egy, két, három csillagos értékelések legyenek ott a weboldalán, a termékeinél bárhol, viszont akár ezt is ki lehet küszöbölni azzal, hogy mondjuk úgy van beállítva a szoftver, hogy a négy-öt csillagosokat azonnal publikálja, az egy-két-három csillagosoknál pedig elindul egy folyamat, egy automatizmus, ahol megpróbáljuk kideríteni, hogy mi ment félre, mi az oka a, esetleg a panasznak, a rossz véleménynek. Nagyon gyakran egyébként valaki csak mellé kattint, és nem figyeli, hogy csillagozni is kell, csak leírja az értékelését, és így egy csillagon marad. És így meg tudjuk kérni, hogy akkor javítsd már ki, ugye felhívjuk rá a figyelmét de hogyha bármi panasza van, akkor pedig ki tud derülni, meg tudjuk oldani, és utána ugye pozitívra tudjuk fordítani ezt a kapcsolatot is. Ez a folyamat webshopoknál kiemelten fontos, mert ott ugye nagy számban, nagy volumenben értékesítünk, több száz, több ezer vásárló is megfordul, és emiatt nagyon-nagyon hatékony, tehát ahogy több tucat, akár több száz vásárlói visszajelzése van valakinek igazolt módon. Tehát, hogy látszik, hogy igen, azok tényleg vásárlók, akár egy pár képet ugye bedobnak hozzá, az hatalmasat tud lendíteni a webshop forgalmán. Mert ezeket utána fel lehet használni egy Facebook hirdetésbe. Nagyon jó social post tartalmak például. Az, hogy, hogy XY ezt mondta egy fotó betéve. Vagy a remarketing hirdetésben nagyon-nagyon jól működik. Mondjuk, hogy valaki járt a webshopodban, de végül nem vásárolt. Kilép az oldalról, te indítasz egy Facebook remarketing hirdetést, ami mondjuk hét napon keresztül követi. És ebbe a hirdetésbe nem azt írod, hogy gyere vissza, vásárolj, ingyenes szállítás, nem tudom micsoda, meg nem a termékeket dobálod be, hanem vásárlói véleményeket variálsz neki. Akár több véleményt, akár ilyen lapozható formában, akár csinálsz tíz hirdetés verziót, és mindegyik más vélemény, akár bedobálsz sok-sok véleményt egy képre. Ezek mind működő stratégiák. És azért nagyon jó, mert egy, nem te mondod el magadról azt a valamit hogy fúda jó kiszolgálás, hú jó szállítás, mert magáról ugye bárki mondhassa, szokták mondani, hanem más mondja el rólad, és ráadásul így olyan dolgokat is mondhatsz, amit magadról nem biztos, hogy állíthatná. Tehát te mondjuk egy, nem tudom, natur kozmetikum gyártóként lehet nem mondhatod azt, hogy fú, mennyivel csökkenti a szemráncokat ez a krém, viszont az, hogy Marika megvásárolta, használja, és ő azt mondja, hogy ú, nézzétek, mennyivel csökkentette a szemráncaimat, az már egy tök jó dolog, hogyha ezt ugye tudod igazolni, hogy igen, ez tényleg egy valid vásárlói vélemény. És ezért kellenek ezek a folyamatok, hogy begyűjtsd, és tudd ezeket használni a jövőben. Úgyhogy így tudod automatizáltan gyűjteni a vásárlói visszajelzéseket, de ez még csak egy folyamat a sok közül, amit webshop tulajdonosként érdemes kiépíteni. Ez a teljes folyamat egyébként megtervezéssel, felvázolással, és az e-mailek tartalmával az e-mail marketing automatizálás mesterkurzusunkban is megtalálható. Ennek a linkjét megtalálod majd a leírásban. Úgyhogy ha ezt és 6-7-8 másik automatizmust is ki akarsz építeni, hogy akkor is termeljék neked a pénzt, amikor pihensz, nyaralsz, nem dolgozol, alszol, akkor érdemes megnézned ezt a kurzust, hogyha webshopot üzemeltetsz. És ennyi lett volna a mai Boomcast Shorts. Ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, és érdemes belépned a zárt Facebook csoportunkba is, ahol akár személyesen velünk is beszélgethetsz, de kérdéseket is tehetsz fel és a közösségünk tagjait is megtalálod. Gyere és csatlakozz hozzánk a boommarketing.hu per FB csoport linken keresztül.